Februárban még az erdei sportpályák mellett végeztek törzskiválasztó gyérítést a nyírerdő szakemberei. Most egy másik területen dolgoznak az erdészeti munkatársak a természet megőrzés jegyében. Most a Kemecsei út melletti területen egy 2 hektáros gyérítési munkát végzünk még el, és március 11-jel befejeződnek a fakitelmelési munkák itt a Sóstúj erdőben, mivel be kell, hogy fejeződjenek, hiszen természetvédelmi korlátozások miatt március 15-ig lehet termelni. Január közepe óta tisztítással és gyérítéssel mintegy 300 köbméter faanyagot termeltek ki a sóstói erdőben. Mint ismert, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több önkormányzat, cég is foglalkozik közfoglalkoztatással. A nyírerdő valamennyi erdészetében biztosít munkát az érintetteknek. A közfoglalkoztatottak többek között a gyomírtásban, a fakitermelésben is részt tudnak venni. Mivel február 29-ig tartott a program, pontos, hajszálpontos adatokat még nem tudok mondani. 800 fő körül létszámmal sikerült valószínűleg a elmúlt programot teljesítenünk. A közfoglalkoztatási program várhatóan március elején, közepén elindulhat az erdészetekben. A cég ismét több száz embert foglalkoztat majd.